A Pannon Filharmonikusok korábbi koncertjén készült ez a felvétel. A zenekar művészei még szabadságukat töltik. Szeptemberben azonban ünnepi előadással várják közönségüket. Hagyományosan, ahogy szoktuk, szeptember 1-én a Városnapi Díszhangversennyel nyitjuk majd az évet. Erre szeretettel várunk mindenkit, ugye ez egy díjmentes koncert, amire tiszteletjegyeket a Kodály Központ jegypénztárában majd lehet elvinni a szokásos módon. És szeptember 15-én indul az évadunk, akkor lesz az a bérletnyitó koncertünk. Itt a Kodály Központban, ez a Kodály bérletünknek a nyitó koncertje. És aztán az ősz folyamán elindítjuk gyakorlatilag az összes bérletsorozatunkat, amit megszokott a közönség, a Pannonikum sorozatot, a Muzika Szakra sorozatot, majd ősszel a Halottak Napjához kapcsolódóan, illetve tavaly, amit elindítottunk, Flirt sorozatot, azt is el fogjuk indítani októberben. És hát az összes gyereksorozatunkat szintén, tehát amit megszokott a közönség, a babáknak szóló Babzsáktól a Csigaházon keresztül fantasztikus klasszikusok, minden korosztálynak indítunk sorozatot, és ami újdonság lesz az, hogy most a kismamáknak, akik, tehát még a meg nem született babáknak is fogunk egy programot hirdetni, ez még titok, hogy milyen lesz és hogyan, de egy zeneterapeuta részvételével fogunk egy különleges programot indítani. Nincs személyi változása a filharmonikusoknál. A művészeink, akik a tavalyi évadban voltak, folytatják velünk a munkát, és amit nem említettem, ez a művészbejáró sorozat, ugye a kamara sorozatunk, ami a Kocsi Zoltán teremben zajlik, azt is meg fogjuk hirdetni, és ott, amit azzal a szlogennel, hogy zenekar nyújtásnyira, tehát egészen közel a művészeinkhez lehet élvezni a kamara zenét. Jelenleg nincsenek különösebb változások még, amiről így tudnánk. Hát bízunk benne, hogy most már járvány nélkül kezdhetjük el az évadot, és úgy is fog zajlani. Pécs mellett rendszeres fellépők Budapesten, a Művészetek Palotájában, de Bécsben is. Ebben az évadban jubilál a budapesti bérlet sorozatunk, mert idén hirdetjük meg a 20. évadot, amiből ugye 19 a Műpában zajlott, de egy, az első, az még Budapesten az Olasz Intézetben került meghirdetésre. Úgyhogy olyan bérleteseink is vannak, akik már lassan majdnem 20 éve bérleteseink Budapesten. Ugyanúgy az 5 koncertből álló sorozatot hirdettük meg, illetve amit tavaly elindítottunk a Musikvereinben Bécsben, a 2 koncertes sorozatunk egy évadban, az idén is lesz, úgyhogy novemberben Bécsbe is utazik a zenekar, és most egy közös utazást is hirdetünk a közönségünknek, tehát akik Pécsről vagy Budapestről szeretnének csatlakozni a Muzikvereinben a zenekarhoz, azoknak lesz rá lehetőségük. Fesztiválok, külföldi fellépések szintén szerepelnek a naptárukban. Folytatjuk az együttműködést a Műpával, koprodukciós együttműködést. Ennek keretében lesz ugyanúgy opera bemutató, ahogy a korábbi években Belcanto opera bemutató, illetve a Budapesti Fesztivál Zenekar maraton sorozatában is részt veszünk, most Prokofjev maraton lesz. És újra indítjuk Eszékkel azt a kapcsolatunkat, aminek keretében karácsonykor adunk egy ünnepi hangversenyt Eszéken is. Ez ugye a pandémia miatt most szünetelt, de most újra lesz koncert Eszéken, illetve szeptember elején is Eszéken fogunk játszani, úgyhogy a horvátországi kapcsolatainkat azt folyamatosan erősítjük. A zenekar szeretné megismertetni a fiatalokkal, egész családokkal a komoly zenei műveket. Ezért folytatják korábbi kezdeményezésüket ősztől.
aminek nagyon nagy sikere van, és hát továbbra is várjuk a közönségünket, az az, hogy a 6-tól 18 éves korú gyermekeket díjmentesen engedünk be a koncertekre, és adunk bérletet Budapesten is és Pécsen is. Nagyon nagy sikere van, hogy a családok együtt jönnek a gyerekekkel. Ezt már a tavalyi évadban a jubileum mentén meghirdettük, és most így kibővítettük, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit, hogy jöjjön el együtt a család koncertre, és ismerjék meg a gyerekek is a műpát és a Kodály Központot is, úgyhogy ezt szeretnénk még így tudatosítani, hogy van rá lehetőség. A nyári pihenő után Pécs város napján lépnek először színpadra tehát, majd indul az évad, amiben minden korosztálynak tudnak élményt nyújtani a Pannonfil harmonikusok művészei. Hey,